Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Ismét jelentkezünk a Formula Ségden című műsorunkkal. Néhány hét pihenő után úgy gondoltuk, hogy megvárjuk itt az ORB szezonzárót. Ugye a mögöttünk hagyott hétvégén rendezték a Zemplén Rallyt, méghozzá nem is volt egy túl egyszerű futam, és erről fogunk most beszélgetni állandó szakértőnkkel, beszélgető partneremmel, Vince Ferivel. Szia Feri, köszöntelek a virtuális stúdióban! Szia, sziasztok újra! Kicsit beszélgessünk itt az Zemplénről, hogy te hogyan láttad ezt kívülről, ugye nem indultál ezen sem, mint ahogy az idei magyar bajnoki futamok egyikén sem. Hogyan láttad ezt kívülről, mennyire volt nehéz verseny, mennyire volt káosz verseny, mik voltak itt a fő buktatók szerinted? Én ahogy megnéztem a verseny kiírást, legkönnyebb Zemplén Rallynak tűnt, én azt gondolom itt az elmúlt évek alatt, mert egy igazán nehéz szakasz sem volt benne, ugye ezek az új huta, a füzér, nem voltak ezek a szűk, tempósabb gyorsaságig, ahol igazából nagyobb időkülönbségek is szoktak lenni, vagy kialakulni, hanem egy picit ez a könnyebb útvonal volt. Aztán hát így utólag már látszott, hogy ez se volt annyira könnyű, mert azért voltak hibázások bőven, meg ugye az időjárás, a reggeli pára lecsapódás, az befolyásolt itt a dolgokat, a körülményeket. Különféle gumikkal mentek, ahogy én hallottam, mindenki másra próbálkozott, másra szavazott, volt, akinek bejött, volt, akinek nem annyira. Úgyhogy azért voltak kalandok, de én tényleg egy nagyon-nagyon könnyű Zemplén Rallynak tartottam, így a gyorsasági szakaszok alapján, és én nem biztos, hogy adtam volna erre egy másfélszeres szorzót. Erre visszatérünk még majd, hogy mi a másfélszeres, meg mi nem, meg hogy jó-e így ez, avagy sem. Nekem az volt a benyomásom itt a verseny alatt, hogy bár ez lehetett volna, most az élmenőkről beszélünk, hiszen nyilván mindenki a bajnok esélyesekről beszélt amúgy is a verseny előtt is, meg a verseny alatt is, szóval, hogy lehetett volna ez egy viszonylag nyugodt, és ilyen, ha nem is örömautózás, de egy ilyen, egy fokkal kényelmesebb végjáték. Aztán ahhoz képest szerintem meglepően feszült és izgalmas verseny lett belőle. Egyrészt azért, mert nyilvánvalóan csomós mixékkel megtörtént, ami megtörtént, majd mindjárt visszatérünk erre is, de másrészt itt voltak ezek a lassítók, amik a saját privát véleményemet mondom, valamit kivesznek a rally nevű sportákból azzal, hogy a szakasz végén lejövünk, nézzük az időt, hogy jó, most akkor kettőt adtunk, vagy kettőt kaptunk, vagy mi történt, hogy történt, de nem számít semmit, mert ha megérintettünk egy műanyag táblát, akkor kapunk érte 10, 20, vagy akár 30 másodperc büntetést, ami ugye alapjaiban átírja az egész versenyt, hiszen 10 másodperc egy rövid gyorsaságén rengeteg, meg egy ilyen versenyen is rengeteg a 10-20 is, mint ahogy láttuk is. Szóval, hogy nekem ez egy picit hozzátette ahhoz a feszültséghez, ami amúgy is egy kicsit talán érezhető volt a versenyzőkön. Igen, biztos, hogy feszültek voltak. Ugye a bajnoki cím volt a tét, aztán nem könnyű ezt lehozni, még ha lassan is kell úgynevezetten menni. Aztán ezek a lassítók is ugye kellenek, mert olyan dolgok ezek, hogy valahol, ahova indokolt, oda kell lassító, én azt gondolom. De itt voltak olyan szakaszok, ahol például Erdőbénye, ha jól hallottam, hogy volt 9 lassító. Igazából ott nekünk, én azt gondolnám, hogy ilyen 2-3 lehet az indokolt körülbelül, meg hát olyan lassítók, amikben nem egyesbe kell átmenni, nem slalom verseny, hanem meg az, hogy minél szűkebbre rakni, hogy tényleg ezen múljon, meg ez döntsön, hogy valaki egy picit is hozzáér, mert hát tényleg annyira szűkre voltak rakva, hogy ezek a széles autók nagyon nehezen férnek át rajta. És nagyon irreális, én azt gondolom, hogy ezért mondjuk, ha hozzá is érsz, kapsz 10 másodpercet. Bár én azt gondolnám, hogy még a 10 másodperc jó is lehet, csak akkor egy picit, mint régen, ami volt mondjuk egy ilyen jó pár év, amik voltak ezek a hármas lassítók, mondjuk amiben második vagy harmadik sebességi fokozatba át lehetett menni. Én azt gondolom, hogy azon tényleg mindenki át tud menni, és ha ott kapsz 10 másodpercet, mert hozzáérsz, az jogos, de egy ilyen szűk valamibe kapni, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen korrekt, és hogy ilyen nem bújjon a verseny végeredménye, ez szerintem nem helyén való. Tehát most ez volt, ezt kellett megoldani mindenkinek, mindenkinek egyforma volt a lassító, biztos, hogy át lehetett rajta menni, csak hát ilyen körülmények között, amikor kicsit párás, nedves az út, biztos, hogy nehezebb ezt abszolválni, de hát
Ez van. Meg ugye bosszantó picit talán tényleg az, hogy lejössz, és ugye ezeket tényleg lehet, hogy észre sem veszed, hogy neki mentél, vagy hogy megbillent. Azért ez, amikor a traktorgumiból, meg bálákból van összerakva egy lassító, és annak neki mész, azt mondjuk azért megérzed, mert lehet, hogy nincs utána sárvédő, vagy valami. De most ennek a kis pici elemnek neki érsz, vagy rámész a talpára, vagy valami, ez tényleg az, hogy igazából nem is biztos, hogy föltűnt neked ott versenyzőként, hogy most akkor megütötted, vagy nem. És nagyon sok büntetést adnak érte, úgyhogy ezzel valamit kezdeni kellene, nem gondolom én a magam részére, hogy ez egy jó ötlet volt idén ezekkel támadni. Minden esetre, aki végül jól jött ki ebből az egész őrletből, az ugye Velencei Ádám, aki megszerezte a pályafutása első bajnoki címét, és azt gondolom, hogy nagyon messziről ért ide, ugye évek óta megy az élmezőnyben, nem jött neki eddig még össze, talán, ha jól gondolom, második sem volt még a bajnokságban, azt hiszem, és igazából most sem úgy nézett ki, azért maradjunk annyiba, hogy ő lesz a bajnok, az első futamán, ugye, ha jól emlékszem, mindjárt egy orrost ugrott ott Veszprémben, ugye többen is így estek ki Veszprémben, ő is az egyik ilyen áldozat volt, Diósgyőrben azt hiszem megforgott, meg ott elmaradt tempóból az első két helyzethez képest, és utána jött föl. Mit gondolsz te az ő bajnoki címéről? Kicsit, mintha ő lett volna itt a Lesi Puskás, mindezek mellett persze nem lehet tőle elvitatni a bajnoki érdemeket, hiszen érdemtelenül senki nem lesz bajnok. Így van, hát neki volt a legkonstansabb a teljesítménye, azt gondolom egész évben. Viszonylag stabilan hozta ezeket a harmadik, negyedik helyeket. Általában a tempója az nem mindig volt neki rendben. Itt Zemplénben én azt gondolom, hogy rendben is volt a tempója. Itt voltak neki jó szakasz eredményei, meg Fehérváron is rendben volt a tempója. De a többi versenyen azon én azt gondolom, hogy nem annyira. Viszont ugye a versenynek a célban van a vége, és nagyon okosan behozta, mert ezt is be kellett hozni, meg úgymond lassan is nehéz menni, tudom, mert 19-ben nekünk is volt hasonló meccsek rallin, hogy igazából lassan kellett célba érnünk, és annyira nehéz volt, hogy mindenhol járkáltam az utolsó gyorsan, csak az úton nem sokat. Úgyhogy, igen. Úgyhogy ez sem egy egyszerű feladat, úgyhogy itt le a kalappal előtte, hogy ezt ilyen higgadtan be tudta hozni. Láttuk, hogy ez ugye nem mindenkinek sikerült ez a higgadság, mint például Mixinek ugye. Én azt gondoltam, hogy ezt már tőle nem lehet elvenni ezt a címet, mert tényleg csak ha az út közepén road módba gurult volna szinte, már bocsánat a kifejezésért, de akkor is meg lehetett volna neki ez a cím. Hát nem így csinált sajnos, őt ismerjük, hogy annyira lassan menni nem tud, neki van a saját tempója, és az van. Én szerintem még ebbe kellene neki egy picit fejlődni, hogyha lassan kell menni, akkor tényleg lassan kell menni. Egyébként, ha most akkor átérünk Mixire, az első két gyorsaságén nem ment szerintem olyan gyorsan, mint ahogy szokott. Nem tudom, hogy ez a pályán, vagy ezen a pályán végül hogyan jött le, majd igyekszünk őt is megszólaltatni a témával kapcsolatban később. De ugye láthattuk a külső felvételeket, hogy mi lehetett, hogy lehetett. Mit láttál te azon? Nyilván innen kamera mögül gyakorlatilag sok volt, bal szerencsés volt, mit történhetett? Én is néztem neki azt az élő belsőjét, ami felkerült, és még csodálkoztam is, meg örültem neki, hogy oly, mondom, Mixi, de ügyes, hogy ilyen megfontoltan, okosan megy, mondom, tényleg sokat tanult a hibáiból. És én is úgy láttam azt a szakaszt, hogy nem feszítette túl, nem vett rövid féktávokat, nem erőltette a kanyarokat, a nedvesebb helyeket elspórolgatta, tényleg úgy, ahogy mondjuk a bajnoki címért kéne menni. Aztán jött az ominózus eset. Hát ott van egy híd, ugye, ismerem azt a gyorsági szakaszt, mentem már én is rajta egy párszor, és hogyha alacsony egy picit az autó, akkor lebír érni az alja, de nem ért le neki, én azt gondolom, annyira drasztikusan, mert leér egy picit, összeütöget, de az csak épp, hogy a kartervédőt úgymond súrolja. Hangja van, hangos, de annyira nem dob drasztikusat az autón, hogy bármit is befolyásoljon. És azt gondolom, hogy nála sem ez volt a probléma, hogy az túl nagyot dobott volna az autón, hanem
hanem nagyon a poros íven kezdett el kanyarodni, nagyon, nagyon jó íven akart kanyarodni, nagyon kintről akarta kezdeni a kanyart, ahogy amúgy kellene, mert úgy lenne igazából a gyors. Csak én nem tudom, vagy nem látta jól, hogy ott mennyire poros, vagy igen, vagy nem vette ott észre, és megcsúszott neki a hátulja azon a poros részen, és amikor visszaért az útra, akkor nagyon sok volt az ellenkormány, és ahogy hirtelen letapadt a gumi, át is dobta őt a túloldalra, és azt már lehetetlen volt onnan megfogni, és onnan már teljesen utasok voltak, úgyhogy azzal már nem lehetett mit tenni. Hát meg ugye eleve ez egy olyan rész, ez ugye lefelé megy, és ugye ötödik telim érsz oda gyakorlatilag, tehát itt ugye nem kell nagyon azon gondolkozni, hogy hányadikba vagy, hanem ötödik teligázon érkezel. Itt, ha bármi történik ilyen tempónál, vagy ilyen részeken, akkor azért elég nehéz korrigálni. Úgyhogy. Igen, mert gyorsan történnek az események. Hát valamint még az is lehet baj, hogy ugye ez a rész ott elmegy szinte padlón, én azt gondolom, és lehet, hogy ha egy nagyon picit ott pont a hídnál belefékezett, ezáltal az autónak az orra egy picit bólintott, így a hasmagasság alacsonyabb lett, és ezáltal lehet, hogy egy picit jobban összeütött neki, ezt így nem tudom. Még az lehetett esetleg az oka, hogy akkor jobban összeütött, viszont akkor nagyobbat dobhatott az autón, és pont annyit, hogy kirakta őt az út szélére a porra, még ez lehet a másik opció, én azt gondolom. Tehát ha túl lassan mész, akkor abból lesz a baleset, tulajdonképpen belefékezel a padlós részbe. Nagyon sajnálom Mixéket amúgy tényleg, mert ennek a szezonnak ez lett volna a kifutása az ő szempontjukból, hogy ezt megugorják, nem sikerült. Úgyhogy hát nehéz, ugye így lett Ádám a bajnok, aki nem hibázott igazából, és bejött, megcsinált, hogy a két futamot nyert idén a hatból, én azt gondolom, hogy ez is egy szép eredmény, nem kell nagyon túl magyarázni, úgyhogy sok gyorsaságot is tudott nyerni, úgyhogy Ádám abszolút megérdemelten lett bajnok, még ha kicsit ilyen lesi puskásként is. Azért ilyen drámai Zemplén rallik voltak már az elmúlt időszakban, nem? Tehát ha visszaemlékszünk a 2018-asra, amikor ugye hadik lett a bajnok utolsó szakaszon, és ugye úgy mentetek neki, hogy még neked is volt esélyed a bajnoki címre az utolsó futam előtt, illetve ugye 2020-ban is, az nem szezonzáró volt, de ugye 2020-ban, nem akarok ilyen fájó sebeket feltépni, de hát ott ugye még neked is voltak, ugye ott tönkrement az autó, azt hiszem, az hát, első rajta, igazi gyorsaságint talán? Igen, tehát. Rajta után 200 méterrel elfüstölt turbó. Igen, pedig ott... Igen, az egy nagyon rossz emlék. És ráadásul is olyan verseny volt, hogy igazából, ha visszagondolunk, ha te ott begurulsz, és nem megy tönkre a turbó, csak mondjuk harmadik vagy, akkor könnyen lehet, hogy bajnoki címet nyersz, de miután te kiestél, ugyanígy volt egyébként Ádám is, hogy csak begurul, és valószínűleg bajnok, ő ott akkor még hibázott, összetörte, és kiesett, és így lett ugye végül többek között emiatt lett bajnok végül ugye Hadik Andris, aki egyébként itt volt ezen a versenyen is, és nekem egy picit meglepő volt az a nagyon erős tempó, amit mutatott. Mit gondolsz te erről, vagy mit láttál te tőle, hogy vagy meglepette téged egyáltalán az, hogy ott tudott menni az első helyért. Mióta nem megy teljes szezonokat, azért ő ilyen hol gyors, ugye tavaly például Nyíregyházán gyorsan ment, hol egy kicsit talán óvatosabb, beosztósabb. Most ez az igazán gyors Hadik Andris volt szerintem. Andris ugye mindig nagyon gyors volt, ezt nem is kell vitatni. Itt inkább én azt láttam, hogy azóta megy talán egy picit lassabban, amióta ez az új autója van. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy most talált valamit, valami jó beállítást, jó magára tudta szabni. Nem tudom, hogy milyen tempót mehetett, ugye, mert nem voltam ott, hogy mondjuk magamhoz mérjem. A többieket sem tudtam ugye pontosan, hogy milyen tempót mentek. Viszont ugye rengeteg gyorsasági szakasz nyert, és én azt gondolom, hogy nekem is egy kicsit most a jelen Hadik Andris egy picit így meglepetés volt, de amúgy tudom, hogy a képességei nagyon jók, és a tempója alapból mindig is nagyon jó volt, ugye sokszoros bajnok, úgyhogy ezt szerintem nem is nagyon kell tovább ragozni, úgyhogy persze, csak ugye mióta nem megy teljes évet, azóta nem szokott ő mondjuk első helyért versenyezni, vagy szerintem nem nyert futamot azóta itthon, úgyhogy azért picit nekem meglepetés volt, de szerintem
akkor is ugye első, második időket ment, amikor még mixi is versenyben volt, meg Ádám is gyorsan ment, úgyhogy igazából most az idei csúcs pontja lehetett volna neki, aztán a végén ugye volt egy technikai hiba, ami elvette igazából tőle a győzelmet, ezzel picit megkönnyítette még Ádám dolgát, de ugye ő a második helyen is bajnok tudott volna lenni, hogyha a Power Stage-en szerez pontot, és akkor még egy bajnok esélyesünkről, az évvégi harmadik helyzetről kell beszélnünk, ugye Németh Gáborékról, akik szintén úgy állhattak ide a versenyre, hogy ilyen lesipuskásként, ha mixivel történik valami, akkor meg tudják nyerni esetleg a versenyt, akkor így egybe még ők is lehettek volna bajnokok. Aztán ez igazából nem így alakult. Kétszer is hibáztak, az elsőből még visszajöttek, a második előtt ugye egy tized másodpercre voltak Ádáméktól, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy ott onnantól tényleg még bármi lehetett volna, és akkor jött az a mádi baleset, amit ugye sokan sok helyen láthattunk már azóta. Célba értek végül ennek ellenére, és odaértek az évvégi dobogóra, ami azt gondolom, hogy egy jó eredmény. Mit gondolsz te az ő teljesítményekről ezen a versenyen, meg ugye egyáltalán a szezon során? Igen, én azt gondolom, hogy azért Gábor az év elején ezt az évvégi dobogót ezt szerintem aláírta volna. Bár jelen esetben nem tudom, hogy tényleg nagy esélye volt így a bajnoki címre, de egész évben szinte, mert a tempója az nagyon-nagyon jó volt, az végig ott volt szinte a mixiével, mert ilyen, ők egy picit én azt gondolom ketten amúgy kiemelkedtek tempójulag a mezőnyből. Viszont nehezített volt neki ez a felkészülés, mert én beszéltem vele a verseny előtt, és nem tudtak tesztelni semmit. Én azt gondolom, hogy ez már ilyen szinten, amikor valaki a győzelemért akar menni, akkor ez nem megengedett. De hát sajnos azóta sem történt semmi, amióta beszéltünk róla, ugye, hogy nem lehet nagyon Magyarországon tesztelni. Azóta sem történt ez ügyben változás, úgyhogy valaki meg tudja oldani, valaki feketén tesztel. Úgyhogy ő nem akart így, nem akart egyáltalán nem hivatalos tesztet, úgyhogy így meg nehéz azért szerintem, hogy belül az autóba egy jó ideje nem ült benne. Mások a körülmények, más a hőmérséklet, csúszósabb az út. Volt neki egy győri beállítása, ami ugye meleg időben, tapadós úton volt, én azt gondolom, hogy az nem működött feltétlen itt, bár annyira nem ismerem ugye ezt az autót, mert nem túl sokat mentem még ilyen eressel, hogy itt mi működhetett volna. Úgyhogy hát meg volt neki ugye itt ez a nagyobbnak mondható hibája, itt nem tudom, hogy mi történt, mert ott elég nagy hiba volt, én azt gondolom. Amúgy, bocs, közben szólok, ugye két videó van fenn, az egyik, amikor így már a kanyar kijáratánál van a kamera, a másik pedig szemből, és szemből ott is úgy látni egy picit, mintha a poron fékezett volna, és attól csúszott volna így meg keresztbe az autó, de hát az biztos, hogy mikor odaért a kanyarba, ott az nagyon sok volt. Igen. Akkor is, ha nem lett volna por, szerintem akkor is sok lett volna, csak nem ennyire. Nagyon-nagyon rövidre akarta venni azt a féktávot. Gondolom, hogy ott érezte, hogy a többi szakaszon most nem annyira gyors, itt a Mádon gyorsabb volt, és szerintem itt akart nagyobb előnyt kiautózni, és ebben benne volt a hiba. Még most a verseny után nem sikerült vele beszélnem, úgyhogy de majd megkérdezem, hogy mi történt. Hát nem tudom, hogy mennyire elégedettek, vagy mennyire szomorúak. Én a helyében biztos szomorú lennék azért, mert az évvégi dobogó természetesen jó, de nagy esélyük lehetett volna, én azt gondolom, a bajnoki címre is. Úgyhogy... Ugye ez volt az első ilyen szezonjuk szerintem, amikor ilyen egész évet megfelelő autó, megfelelő háttér, stabil, minden gyerünk csináljuk, és kicsit azért ez lehet, hogy érződött bizonyos helyzetekben. Ettől függetlenül ugye azt hiszem, ők nyerték a második legtöbb szakaszt talán, most ezt még utána kell számolnom, hogy ők vagy Ádám még, de a futam előtt nekik volt a második legtöbb, és most is nyertek hármat, úgyhogy Veszprémet leszámítva mindenhol nyertek szakaszt, azért ez mindenképpen egy biztató dolog szerintem. Aztán meglátjuk, hogy jövőre hogyan tovább. Ami a magyar bajnokságot illeti, ugye Turán Friciék lettek a negyedikek évén, akik ezt a versenyt kihagyták, ugye másodikként indultak, lehet, hogy most Frici utólag egy picit sajnálja, hogy nem álltak rajthoz, hiszen Mixiék kiesése miatt ugye lehetett volna esélyük akármire még a végén. És ugye Klaus Kristófék lettek az ötödikek, akik ugye ezen a versenyen dobogóra tudtak állni idén először.
fértek oda a dobogóra, úgyhogy nekik jó szájízzel sikerült lezárni a szezont, és egy pár gondolatot szerintem még ejtsünk így összességében erről a szezonról. Milyen volt neked kívülről nézni, ez az első kérdésem, meg úgy egyáltalán mit gondolsz arról, hogy itt most ez mennyire volt ez jó szezon szakmai szempontból? Menni jobb azért, mint kívülről nézni. Bár nem is sok versenyre jutottam el személyesen. Jobb volt inkább nézni itthonról, vagy az eredményeket azért követtem mindig, hogy mi történik. Meg azért volt, hogy teszteken itt-ott voltam, de úgy nagyon sok versenyen nem vettem részt. Talán a Győrbe voltam csak egyedül, ha jól emlékszem. Nagyon nehéz így erről a szezonról beszélni, mert ugye nem voltam benne, így nagyon nehéz megállapítani, hogy most itt mi történt pontosan. Teszek fel konkrét kérdést, az egyszerűbb lesz. Egyetértesz-e azzal, hogy mit gondolsz arról, inkább így kérdezem, hogy a versenyek fele másfélszeres szorzós, a másik fele pedig nem. Nekem ez mindig, és ezt tudom, ez az én rigolyám, hogy nekem ez sose tetszik, mert ne súlyozzunk versenyeket szerintem, mert ha az egyik versenyen jól mész, a másikon nem, az egyik helyen kapsz egy defektet, a másikon nem ugyanaz a büntetés érte, vagy nem ugyanaz a jutalom se, amikor mondjuk jól összerakod azt az adott hétvégét. Tényleg pont Gáboréknál lehet mondani, hogy amúgy a három másfélszeres szorzójú versenyen voltak gondjaik, ugye az elsőn technikai, utána pedig ugye ő hibázott, és azokon ment jól, amik egyszeres szorzójú versenyek voltak. Szóval mennyire bosszantó ez, vagy zavaró ez, hogy figyelj, most lehet, hogy jól mentem, de ez fele annyit, vagy majdnem fele annyit ért, mint az, hogy jövő héten kapok egy defektet, vagy nem. Igen, én sem értek ezzel egyet. Én azt gondolom, hogy minden versenyt egyenrangúan kéne pontozni. Főleg, hogy általában ugyanannyit kell rájuk felkészülni. Szinte tök ugyanaz minden. Ugyanannyi napon van, szombat, vasárnap, péntek. Minden ugyanaz, aztán így az elég lutri, hogy most éppen kinek melyik jön ki jobban. És valaki nagyot nyerhet vele, valaki meg nagyot veszíthet ezzel. Én azt úgy gondolom, hogy ez nem teljesen korrekt így, de hát valamiért ez így van, meg ennek így kell lennie. Én azt gondolom, hogy azt is meg lehetne oldani, hogy mindegyik egyenrangú pontozás legyen, vagy egyszerre szorzójó, hogy akkor hasonló kilométerűek legyenek a versenyek, és ne legyen ez a kiugrás, hogy valamelyik 150, meg 190, hanem tényleg meghatározni, hogy akkor mindegyiknek ilyen mondjuk 150-160 kilométeren belül kell lennie, és akkor... Nyilván ugye az egyetlen, ami nem fér bele, az az ERC futam. Még azt meg tudom érteni, hogy az ERC futamra ugye az adott az ERC követelményeknek megfelelően, hogy annak hány kilométeresnek meg hogyan kell kinéznie. Azt súlyozhatjuk, tényleg az olyan dolog, hogy azt máshol is súlyozzák, de utána nem biztos, hogy ez szerencsés, mert az évvégi elszámolásban ezek azért tényleg olyan furcsa dolgokat tudnak egy picit szülni, úgyhogy így. Ez a teszt, amit mondtál, teszt lehetőség gyakorlatilag nem csökkenése, hanem megszűnése. Ez szerintem iszonyatosan nagy probléma most jelen pillanatban, és most ne kezdjük el végigvenni a magyar rali problémáit, mert sok van, majd lesz egyszer egy külön adásunk arról, hogy miről is van szó, meg mik azok, amik nem működnek, meg nem úgy alakultak, ahogy azt szerettük volna, meg vártuk. De ez a tesztkérdés, ez egy olyan kulcskérdés szerintem, amivel egyszerűen muszáj kezdeni valamit, mert nem lehet úgy autóversenyezni, itt van Mixiék példája, nem lehet úgy 180-nal menni az erdőben lefelé, hogy nem ültél az autóban. És tehát, hogy ez, most gondoljuk már bele, hogy egy futballistának, hogyha azt mondanak, hogy figyelj csak, akkor nem edzhetsz hétközben, tehát örülne neki valamelyik, de most nem erről van szó, hanem hogy nem edzhetsz, és úgy kell hétvégén meccsre járnod, nem leszel olyan éles, nem tudsz úgy teljesíteni, többet fogsz hibázni, megsérülsz, csak más az, amikor 180-nal szágulsz az erdőben, és még a másik része, hogy az erdős autó ugye alapvetően biztonságos autó, most ugye a csúcskategóriáról beszélünk, de vannak azért a magyar bajnokságban kevésbé biztonságos autók, akár kisebb kategóriákban, meg már máshol, hogy ők se tudnak. Tehát, hogy ezzel valamit muszáj lenne kezdeni szerintem. Így van, én is ezt gondolom, hogy ez tartalatlan. Ugye nekünk is nagyon nehéz volt így Róma előtt is, mert nem tudtunk tesztelni. Csak egy kakusringen, egész évben nem ültem autóban, és ez nem mentegetőzés, de ez tényleg nagyon nehéz volt így, hogy egy kakusringről
induljunk el egy olyan versenyen, ahol mi jártunk, különböző úttípusok, útminőségek, és a versenyen kell mondjuk rájönni, hogy nem működik valami jól az autón, ami mondjuk a teszten teljesen más, vagy egy ilyen kakucsi teszten mondjuk egy teljesen más körülmények között meg mondjuk működött, úgyhogy így nem lehet. Én azt gondolom, hogy ezt vissza kéne alakítani a régi rendszert, ami egy pár éve is volt. Teljesen jól működött, én azt gondolom. Rendőri hivatalos útlezárásokkal. Igen. Úgy azért mégiscsak jobban tudsz készülni. Ha ott elrontasz valamit a beállításokkal, akkor el tudod, hogy azt te állítottad úgy, és azért állítottad úgy, mert ott a teszten úgy működött. Aztán lehet, hogy legközelebb másik tesztpályát szeretnél kérni, vagy valami, de igen, nekem ezek picit ilyen hiányérzetes dolgok, hogy akkor most mi történt, hogy történt, meg miért. Nekem szakmai értéket veszít egy picit ez az egész. Nem csak a teszt miatt, sok minden miatt, egyébként a lassítók miatt is, a másfélszeres szorzódás miatt is. Nekem a sok versenyen a pályákkal is voltak gondjaim, hogy miért így, meg miért úgy. Most is igazából, ha belegondolunk az MP Rallyn, ugyanazokon a pályákon mentek másnap, csak szemből. Tehát, hogy hát akkor szerintem nagyjából ennyit tudunk elmondani itt a Magyar Bajnokság aktuális helyzetéről. Így zárult 2024, fogunk majd erről még beszélgetni különböző szempontok szerint, illetve az a tervem, hogy majd azért itt a főszereplők közül néhányat behívunk ide a Formula Shakedownba, hogy ők is elmondják, hogy mit hogyan látnak, mit hogyan gondolnak. Mielőtt elköszönnénk, még két kérdésem van feléd, Feri. Az egyik itt a VRC-vel kapcsolatban, ami ugye még nem zárult le, jön a Japán Rally, a világbajnoki cím igazából már eldőlt, csak még nem hivatalos, bár ugye ezt a magyar bajnoki címről is így gondoltuk, aztán mégse. Viszont az utóbbi hetekben egy fontos hír a VRC-vel kapcsolatban, hogy Adrian Formol Hyundaihoz igazolhat, és ez a kérdésem felét, hogy te mit választanál a helyében? Ő egyébként valószínűleg már eldöntötte, csak még nincs bejelentve, de te mit választanál a helyében? Mennél a Hyundaihoz kimondottan harmadik számú pilótának, viszont egy valószínűleg versenyképes autóban és teljes évre, mert ugye állítólag az a terv, hogy ha ő, akkor teljes év, vagy maradnál a Fordnál, ahol abszolút te vagy az első számú, és a kis király, vagy nagy király, bármi, de hát az mégiscsak a Ford, és nem a Hyundai. Én mennék a Hyundaihoz szerintem, mert most jelen pillanatban abban nagyobb rációt lehet látni, hogy a Hyundai azért az jóval csak komplexebb, mint a Ford. Gondolom ez az anyagi költségvetési lehetőségének is köszönhető. És oké, hogy harmadik számú pilóta vagy, de ha mondjuk megkapod azokat a beállításokat, vagy egy jó beállítást megkapsz, és gyors vagy, akkor azzal is tudsz kiemelkedő eredményt elérni, vagy jó eredményt elérni, és a későbbiekben, ha mondjuk nézi a jövőt, ne adj Isten attól, hogy most harmadik számú pilóta, de nagyon közel megy Tanakhoz, vagy Növilhez, vagy meg is veregeti őket, mert az sem kizárt, akkor kerülhető fölfelé a ranglétrán, én azt gondolom. Úgyhogy én ezen nem sokat gondolkodnék. Nyilván, hogyha megveri bármelyiket, hogy az ő szintjüket hozza, akkor az egyértelműen az ő előmenetelét segíti, és akkor ő is egy top polcra kerül. De nem rizikós az egyébként beülni egy autóba két ilyen név mellé, és ha kiderül, hogy lassabb vagy, vagy stabilan lassabb vagy, akkor is bekategorizálod magadat, csak hát máshova, mint ahova szeretnéd. Hát nem, mert így legalább eldől, ez szerintem neki is fontos, már most elég rutinos itt a VRC-kkel, én azt gondolom, úgyhogy most vagy soha alapon. El fog majd dőlni, hogy van-e helye neki ott, ez szerintem önmagában is egy fontos kérdés, hogy van-e neki helye ott, vagy nem annyira. Tud-e top pilóta lenni, vagy nem? És ez most majd így kiderülhet. Mert ugye, ahogy itt láttuk, itt aki harmadik autóval ment a Hyundai-nál, én azt gondolom, hogy megkapják ugyanezt a beállítást, mert azért Lappi is tudott vele gyorsan menni, amikor össze nem törte. Voltak igen, neki, több első helye is volt neki, meg sok gyorsasági szakasz is meg tudott nyerni, úgyhogy a lehetőség, én azt gondolom, adott lesz neki, és én úgy gondolom, hogy ha ez fennáll, hogy mehet a Hyundaihoz, akkor szerintem menni fog. Mindenesetre én a Hyundai helyében, hogyha teljes szezonos pilótát akarok szerződtetni, akkor valószínűleg csak ő jöhetne szóba. Illetve nekem egy ilyen outsider tippem, vagy nem tippem, inkább ilyen vágyam volt a korábbi hónapokban, hogy Pedon
mi lenne, ha Pedon visszatérne a JRC-be, és teljes szezon mehetne a gyári csapatra, szerintem egy tök jó dolog lenne, nem fog megtörténni sajnos, úgyhogy erről kár is többet beszélni, de én ezt is szerettem volna, hogy ez így megtörténjen, mindegy. A másik kérdés, vagy kérdéskör, az pedig nyilván a te folytatásoddal a szezonod, illetve hát nem a szezonod, hanem a karriered folytatásával kapcsolatos. Ugye idén egy versenyen mentél Rómában, a lengyelen mentél volna még, de végül úgy döntöttetek, hogy nem. Október vége van, ilyenkor általában még nem szoktak ilyen előre haladott tárgyalások lenni a következő évvel kapcsolatban, de azért ötletek, meg tervek, meg puhatalozások, igen. Hol tartasz most ebben a körben? Nekünk vannak. Most így, ugye, hogy nem versenyeztem annyit, így előrébb hoztuk ezeket a dolgokat, és hát az én részemről nem egy túl eredményes Róma után, inkább úgy döntöttünk, hogy megpróbálnánk egy kicsit komolyabb jövő évet összehozni, és most nagyon ezen folynak a tárgyalások. Bármi szóba jöhet, EB, VB, igazából én mennék bárhol. Egyelőre úgy gondolom, hogy magyarba nem. Inkább ezt a külföldi vonalat próbálnám erősíteni, és nem csak egy versenyt, hanem szeretnénk többet is menni, és olyan körülmények között, hogy minden klappoljon. Top autóval, egy teljesen új fejlesztési autóval, mert azt látjuk, hogy oda azért, oda mindenképpen kell. Úgyhogy most ezen folynak még itt a dolgok, aztán remélem, hogy valami kisülhet majd ebből 25-re. Tehát mindenképpen a nemzetközi szintér, és most ez hogyan? Tehát nem megbánta senki, de nem a Mitropa kupa és a CES bajnokság a célod továbbra sem, hanem még mindig a lehető legmagasabb szakmai szint, milyen szépen fogalmazta, annak az elérése, ugye? Így van. Nem kizártam ugye a magyar sem, azt sem mondhatom még most, hogy az teljesen kizárt lenne, hogyha csak arra lenne lehetőségem, meg támogatóim csak azt mondanák, hogy csak itt mehetek, akkor természetesen mennék ott, de kicsit nagyobb terveim vannak. Még viszonylag 33 évesen már nem sok időm lehet a ralliba hátra, úgyhogy még most kellene valamit mozgósítani. Úgyhogy most rajta vagyunk, és majd kiderül, hogy mit sikerül ebből. De ez valahol. Igen. De ez az egy verseny, ez így nem egy túl jó ötlet, hogyha jövőre megyünk, akkor azért mindenképpen több versenyt szeretnénk, és tesztelési lehetőséget itthon is. Kampányoljunk a tesztelési lehetőséget, alapítunk egy ilyen pártot, hogy tesztelési lehetőséget a Magyar Rallyban. Igen, ja, csak nem azon rögtem az előbb, hogy ez a 33 évesen már nincs sok időm dolog, ez picit azért úgy tényleg megmosolyogtató. Külföldön ez sokszor így van egyébként külföldi versenyzőknél látni, hogy 20 évesen már EB-n, VB-n tudnak menni, és akkor 33 éves korukra tényleg már eldőlt igazából, hogy belőlük ki lett. Neked meg olyan kevés kilométered van még, főleg külföldön, tényleg minimális ugye elrötös autóval, hogy neked azért meg ez kicsit szerintem más, meg hát ugye ne sértsünk meg itt senkit, ha neked 33 évesen nincs sok hátra a raliban, akkor mondjuk tényleg itt Turán Frici, vagy Hadik Andris, vagy Herzig Norbi, vagy lehet itt még sorolni, hogy akik még azért de, tehát azért még jóval utána is tudtak, meg tudnak komoly teljesítményt diktálni, úgyhogy remélem, hogy akkor neked is összejön. Záró kérdésem, akkor ilyen bejelentés közelben még azért nem tart a történet, hogyha jól gondolom. Nem, még ott nem, még nagyon sok a gondolkodás, a matek, milyen irányba indulgassunk jobban. Vannak azért tényleg tárgyalások már, úgyhogy én azért bízom benne, hogy sikerül egy jó projektet összeraknunk. Reméljük, hogy akkor így lesz. Sok sikert ehhez, és akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, meg kicsit beszélhetünk itt a Magyar Rally aktuális érdekességeiről. Jelentkezünk még majd a közeljövőben műsorra, terveztünk is már, egyébként ezt a nézőknek mondom, ilyen kicsit szakmai jellegű beszélgetést, amikor egy-egy ilyen kiemelt témáról beszélgetünk mélyebben, lehet, hogy ilyennel is jelentkezünk még itt a következő hetekben. Mára viszont ennyi volt a Formula Ségdán, köszönjük a figyelmet, ha nem akartok lemaradni a Ségdán következő műsorairól, vagy más műsorainkról, akkor iratkozzatok fel az Autosport és Formula magazin YouTube csatornájára. Kövessetek minket a közösségi médiában, követhetitek Vince Felit is a közösségi médiában, egyébként már engem is, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek.
Úgyhogy így fogunk majd jelentkezni még friss hírekkel, információkkal, elemzésekkel, bármivel. Úgyhogy köszönjük még egyszer a figyelmet, sziasztok, szia Feri! Sziasztok, szia, szia! Együttműködő partnereink Greenplan, Smart Energy, Middle Course, Midvex, Solar építő, InfoWorld Media, Tiszaújváros Trans, Oxygen SMD.